Köszöntöm Önöket, Molnár Csilla vagyok. A hétvégére talán megérkezik az igazi ősz, addig azonban marad az ilyenkor szokásosnál enyhébb idő. Bár csapadékra azért készülnünk kell, úgyhogy némi változékonyság is lesz majd a folytatásban. Egyelőre azonban még egy anticiklon alakítja az időjárásunkat. Frontok tőlünk északra helyezkednek el, illetve délnyugatra egy hideg örvény. Ez az, ami megközelít bennünket a következő napokban, és ezért egy picit majd izgalmasabb lesz a folytatás. Ma azonban csupán fátyolfelhők lesznek felettünk, nagyobb mennyiségben a nyugati területeken, de ma sehol sem kell csapadékra készülni. A szél is csupán a középső tájakon élénkül meg, általában hazánk nagy részén mérsékelt marad. A legészakibb, illetve keleti tájakon, Erdélyben 23-24 fokig melegszik a levegő, másutt többnyire 25 és 28 fok között változnak a csúcsértékek, viszont a folytatásban egy kicsit magasabb tartományban alakul. Mind éjszakánként, mind pedig napközben a hőmérséklet. A 30 fokot ugyan nem érik el a maximumok, de egyre több felé megközelítik ezt az értéket, és a minimumok is a hazánk legnagyobb részén majd 10 fok felett alakulnak. Kedden még nagyon nyugodt napunk lesz, csupán a legnyugatibb területeken a határ mentén lehet egy-egy kisebb zápor. Szerdán viszont már szorványosan, azaz hazánk nagyjából 20-30%-án számíthatunk záporra, zivatarra. És péntek lesz az a nap, amikor egy hidegfront is egyre inkább megközelít bennünket. Péntekig még a déli szél szállítja hozzánk a meleg levegőt, de ekkor már egyre több felé lesz részünk csapadékban. A hétvégére pedig változik a szélirány is, úgyhogy egyre csökken a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!